Cinkózi Sándor vagyok, a 444-től. Egy rövid interjút készítettünk? Nem. Azt mondtad, hogy nem félsz a kérdésektől, tudunk egy rövid interjút csinálni? Nem. Megvolt a beszélgetés, nem lehet. Nem lehet szerintem. Ott Gabi mostanában egyre több politikai rendezvényen tűnik fel. Legutóbb a kormánypárti szkrutonba hívták meg, hogy az életútjáról és az őt ért támadásokról beszéljen. Jaj, ezek az alaptalan vádak meg a támadások, ezek aztán tényleg nagyon rosszak. Minden voltam, csak Tóth Gabi nem. Szegény Tóth Gabi. Igyekszem a Tóth Gabi nevet még megtartani, bár nem könnyű ebbe a nagy karaktermészállásban, amiben vagyok 2 éve. Ez a karaktermészállás, ez a sok dolog, ami érte őt, mindjárt sírni fog. Tehát kell ez téma legyen egyáltalán, hogy egy művésznek milyen politikai nézetei vannak? Hát, hogyha nem dugja bele a nyelvét a kormány seggébe, akkor értelemszerűen nem. Ha valakinek tetszik az, amiben én hiszek, vagy egyetért azzal, lehet, hogy csak 10 ember, de én attól, tehát én nem a tömeg, nem az a célom, hogy én itt átmossam az emberek agyát is. Hát ezt tudjuk. De tiédet sikerült átmosniuk. Nem válaszolt a kérdésre egyáltalán. Néha jönnek és mondják, hogy Gabi, már megint láttad, mit írtak róla. Fogalmam sincs, nem láttam, és nem is érdekel. Nehéz. Ez megoldás. Nem mondom, tehát nem akarom eljátszani ezt a nagyon lazat sajt, hogy mennyire nem érdekel, mert nyilván nem érdekel, de azért vannak pontok, főleg amikor a zenémmel kapcsolatban bántanak, ami egy... Jaj, a zenéje az aztán nagyon szívbe markoló, gondolom. De az, hogy Kárpátok Madonnája, meg a NER énekesnő, meg a Orbán Viktornak a nem tudom miéből kilógó valaki, tehát hogy most tényleg ezekkel... Tehát, hogy olyan alacsony szint, hogy... Ez olyan alacsony szint, na, mert az, amit a TV2-be csinált, az nem alacsony szint. De az, amikor ő ráírnak rossz kommenteket, az nagyon alacsony szint. De az, hogy egyszer tükörben nézzem meg, az elképzelhetetlennek. Az a legfelejtősebb. Én nem érek rá ezzel foglalkozni, nem mondom őszintén. Ő választotta ezt alacsony szintet. Nem ér ezzel foglalkozni őszintén. Ezek a legalapabb dolgok, amiket tudsz mondani, hogyha valaki elkezd teget baszni az interneten, hogy nem érdekel, nem foglalkozok vele, most is ezzel foglalkozol. Szia, te ninnom, ez a matyó hímzés nem jó. Most is ezzel foglalkoznak. Gondoljon mindenki, amit akar. Anna, gondolsz. Gondolj annak. Bárkivel leülök beszélgetni, nagyon szívesen. Tehát ha kérdése van, vagy baja van velem, nem tetszik valami, én nem félek a rossz kérdésektől. Cinkózi Sándor vagyok, a 444-től. Egy rövid interjút készítettünk? Nem. Azt mondtad, hogy nem félsz a kérdésektől, tudunk egy rövid interjút csinálni? Megvolt a beszélgetés, nem lehet. Hát nem lehet. Na, bocs a random live-ért, csak azért volt, mert itt voltam a Scrutonban, és egy nagyon jó hangulatú beszélgetés volt, és köszönöm, akiknek eljöttek, mert tényleg tele volt az egész hely, és nagyon jó volt. Hogy itt volt egy újságíró a 444-től, és interjút akart, és szerettem volna live-ba megörökíteni az interjúját, mert valahogy olyan érzésem volt, hogy esetleg majd teljesen más formában vagdossák, vagy hozzák le, és akkor milyen izgalmas lett volna látni a valóságot, és kontra azt, amit ők hoznak ki belőle. Sajnos, mire leértem, elmentek, de majd talán legközelebb. Szerintem nem ez történt. Nem ez történt. Tóth Gabi, ez kicsit delusional, nem? Ő csak beszélgetni akar, de nem. Nem. Bra. Szegény Gót Tabi. Hogy lehet valaki ennyire idióta, geci? Nem látta, hogy ott van kamera, és ez rögzítve van, és ez valószínűleg így kimegy az internetre, és így a kettő dolog az így egymással szembe lesz állítva? Erre nem gondolt. Sose kedveltem őt amúgy különösebben, de azért valamilyen szinten végignéztem az ő munkásságát, hogy a tévében mit csinált, amikor én még néztem tévét gyermekkoromban. Akkor is egy ripacskodó f***nak gondoltam, csak még nem tudtam megfogalmazni a véleményemet róla. Úgy volt vele, hogy nem utálnak elegen, szóval fideszes leszek. Ő még nem is politizál, nem is kell a politikai érdekek miatt hazudnia. Csak szintén azért hazudik, hogy menőbbnek tűnjön. Azért hazudik, hogy okosabbnak tűnjön. Kimutassa a dominanciáját a rossz újságírókkal kapcsolatban. Bro, ki a f***om csinál ilyet? Sziasztok! Sziasztok! Még nevetett is egyet. Ezt a Durex Magyarország tette... Na várj, mert ezt nem figyeltem. Tehát most a Sophie csinált egy
zenét, aminek a Durex a kiadója. Csinált egy zenét arról, hogy milyen jó a védekezés. Szerintem nem így kell eljutni a fiatalokhoz amúgy. Na várj, nézzük a dalszöveget. Mint a mágnes új vonzó, de védekezzünk, védjük magunkat a bajtól. Szeretkezzünk, mint a mágnes úgy vonzol, de védekezzünk, védjük magunk a sok bajtól. Hát amúgy ebben van valami, lehet, hogy én se akarnám, hogy az ő hallgatói azok szaporodjanak. She knows. She knows. Végül is lasza vagyok, de mégis tudatos. Felnőtt vagyok, mégis belül azt érzem, hogy kamaszos. Tudom, hogy mi a helyes, mitől vagyok alapos, hiányzik az ölelés. Ez dugás himnusz. Ez a dugástak a himnusza. Sosem voltam szégyenlős, ezért kimondom, a közeledik az igazi, akkor viszonzom, élvez. Nőri 777 mondja. Kibe a... Sose voltam szégyenlős, ezért kimondom, a közeledik az igazi, akkor viszonzom, élvez. Nagyokat lélegez, annyit kérek cserébe, hogy védekez. Hú, hallod, kedvem támad venni egy csomag Durexet. Annyit kérek cserébe, hogy védekez. Figyelj oda mindig, hogy biztonságban tedd meg. Ez nem egy olyan dolog, miért kell szégyenkezned. Úristen, tesó. Fantázia dus marad, és ugyanaz élmény. Tudnod kell, hogy mi helyes, de hozom be az örvény. Nem is ezt mondta. Tudnod kell, hogy mi helyes, ne húzzon be az örvény. Át lett írva a szöveg, és régi szöveget írtak oda. Hoppá, ez nem tűnt fel senkinek. Fantáziadús marad, és ugyanaz az élmény. Igen, nyilván nem olyan, mintha zoknit húznál a f***dra. Szexelnek az autóba! Védekezni fognak, srácok! Nem is szexelni fognak, hanem csak védekezni. Jönnek a nagy gonosz szexszörnyek, ilyen orkok, meg ilyenek, a vidéki emberek, és megtámadják őket. Támogatta a Durex? Hát ezt nem gondoltam volna. Én nem tudom, hogy ez hogy jöhetett létre. Nagyon jó lett. Én még nem találkoztam Magyarországon olyan edukáló zenével, ami még jó is. Nagyon tetszik, jó kezdeményezés. Magyar diszkózenék írta ezt. Az ő véleménye k***ba sokat számít. Kettővel többet, mint az enyém. Iraf. Na, ezt szokott kommentelni hozzám is. Ezt megismerem a képét. Kétszer is kommentelt. Hát, ha az első nem ment ki. Románok! Terhes vagyok! What the hell? Tényleg így kéne megszólítani mai fiatalokat. Lehet, hogy én vagyok hülye. Vagy tényleg ettől lesz valakinek kedve az, hogy most én gumit fogok húzni. Tegnap még nem akartam, meghallgattam a Sofinak a számát, mostantól védekezni fog. Mindenki óvszert fog venni ezután. Srácok, menjetek el és vegyetek egy óvszert. Sofinak a kuponkódja nincs itt amúgy. Az nagyon jó lenne hozzá, mondjuk egy 10%-os leárazás vagy valami. Én azt értem, hogy eljut a fiatalokhoz, efelől nincsenek kétségeim, afelől vannak kétségeim, hogy ez működhet. Nem látok magam előtt olyan életszituációt, amiben egy kis srác meghallgatja ezt, hogy egy kis csaj, jó, mondjuk egy kis csaj még lehet, de itt alapvetően a srácokat kéne rábeszélni szerintem erre jobban, hogy akarjanak védekezni. Egy srác nem hiszem, hogy megnézi ezt a videót, és védekezni fog egyből. Ezért. Én többet tudok ezért tenni. Igen, srácok, húzzatok gumit. Menekülj túl nagy a nyomás, nálunk mindenki aktív. Számod a pénzed meg, addig, ameddig van mit. Mi nyomja a zsebedet, lassan vedd ki, tedd le, hagyd itt. Mondd a nevet, honnan jössz, mennyi embered van ki. Ezek csak beszélnek. Tiszta párbeszéd, figyelj, komolyan mondom. Az összes jobb bekaphatja a kibaszott faszom. A versmondó verseny győztese Savhá. Bárki is ő. 7. osztályos freestyle verseny. Nincsen kegyelem, lelkemben félelem. Megeszem a levesem. Ez Norman 6 év múlva. Szótagok, ja, szótagok. Figyelj, komolyan mondom. Az összes jobb bekaphatja a kibaszott faszom. Ez a legalapabb rím, amit tudsz egy freestyle-be csinálni, hogy valaki bekapja a faszodat. Miért kell az összes ilyen zenébe arról beszélni a hetero férfiaknak, akik nagyon maszkulinok és gengszerek, hogy más emberek bekapják a faszukat. Ez a legkevésbé hetero, maszkulin menő dolog, amit mondhatnak szerintem. Nincsen kegyelem, lelkemben félelem. Ha meg kell tenni, baszki, hát én akkor megteszem. Az óvszert pedig megveszem. Szeretem a szexet biztonságosan. Ez nem is rímelt, de teljesen mindegy amúgy ezekben a zenékben. Két van egy üveg pia, megébred az ördög fia. Kata, Krista, Petra, vagy úgy hívták, hogy Dia. Ő fizetett ezért a feat-ére amúgy? Nem hiszem el, hogy a Lil Tip azt mondta, hogy ez okés. Nyomjuk a Lil Tip se egy olyan egetrengető drill isten itthon. Nem mondom azt, hogy a reneszánsz zenei művészetnek a
legnagyobb atya lenne itthon, de azért még lehet, hogy jobb ennél a Sav H-nál. Meg csörrelné el a telóm, szétparázza magát a csajom, s a matrac alatt. A telóm, meg a csajom, az nem rémel egymásra. Számold a pénzed meg, addig van, meddig van mit. Ez művészi szabadság, meg minden, hogy így összekeverjük a szavakat, hogy most akkor ez angol, meg magyar, meg ilyenek, és akkor így lehet nyújtani. De most addig számold a pénzed, amíg van mit. Itt ugye a mitet azt úgy mondta, hogy mit. Most akkor a mit az azt jelenti, hogy találkozás, vagy az, hogy hús, vagy magyarul mondta, csak elnyújtotta a szót. De hogyha meg elnyújtja a szavakat, akkor meg csak szimplán szar, mert lehetett volna oda egy olyan szót írni a magyar nyelvből, ami mondjuk megfelel, és nem kell elnyújtani. De lehet, hogy ez csak a költői szabadság, és én túlságosan be akarom őt keretezni egy keretrendszerbe. Menekül túl nagy a nyomás, nálunk mindenki aktív. Ez a mutogatás, ez nagyon illik hozzám, úgy, mert tényleg ennyi a vibe az egész zenének, hogy mutogatni lehet rá, de más nem lehet csinálni vele, mert semmi élet nincsen benne. Menekül túl nagy a nyomás, nálunk mindenki aktív. Számod a pénzt. Nagyon goofy néznek ki, én nem hiszem el, hogy ezt valaki komolyan tudja venni. Ez ilyen blaha drip, de ők ezt menőnek érzik. Van olyan ember, akinek ez tetszett, no joke, és meg tudja védeni érvekkel. Csak szeretném hallani azt a véleményt is, hogy ki az, akinek mondjuk ez tetszett, és azt mondja, hogy meghallgatnám még egy párszor, vagy mondjuk aktívan hallgatja ezt a zenét. Freedrill alap, kajakbazeg, ez egy Shekku nevű, nem is magyar, vagy magyar? Nem, Sam Spark is követi, ez egy freebeat gondolom, vagy megvették, tök mindegy. Pedig a Lil Tipnek azért vannak olyan kapcsolatai, akik tudnának jó drillbeatet csinálni. Szerintem ott azért az OTL-lel jobban vannak, ott meg azért vannak tehetséges arcok. Komment szekcióban tetszett az embereknek. Hát nézzük, hogy hányan diszlájkolták, és azért az 500 diszlájk az elég soknak számít, úgyhogy konkrétan nem is lehet látni a diszlájk gombot, hogyha nincsen letöltve az addon. Tibi része jó, van hova fejlődni, Sav. Nem szoktam leszólni arcokat amúgy, de Sav csak a faszamaster miatt hallgatható. 14 évesen, amikor elkezdtem próbálkozni egész rap műfajjal, akkor makogtam még így. Tesó, sok gyakorlás kell még, ha pedig a szöveg ennyi. Nem annyira a gáz, ghostwriter. Szerintem pont, hogy az lenne a lényeg, hogy csinálsz egy zenét, akkor ezt te csinálod, mert nekem az, hogy nem, valaki nem a saját magának írja a zenét, az nagyon rossz. Mert hogy a zenét az oké, hogyha más csinálja, mert legyen egy producerjeid, meg ilyenek, tök király, de az, hogyha a szöveget nem te írod, az szerintem nem túl jó. Az nem túl művészi. Más szövegével nem tudnék dolgozni. Mi a faszom ez? Ez egy livestream, ami megy január óta. És ez beküldte valaki, hogy ez ilyen nagyon vicces content lesz. Látod, mennyire nevetek? Kotoni a DM-ben. Drogos kutyák között nőttél barátodat, agyon lőtték a kocsmába, csicska voltál. Alukadat, jól széthúzták, kelementő, jól beszartál, a faszát is leszopott. Ez olyan, mint az előző amúgy. És ma a boltunkban nem más, mint Balog Levente, a vízkirály látogat el hozzánk, körbejárjuk a boltot, és le... A vízkirály. Mitől a vízkirály? Neki vannak ilyen vízboltjai, vagy... Aquaman! Mi lenne, ha azt mondanám, hogy a Matrix tényleg létezik, és te is benne jössz? Talán nem hiszel nekem. Nézzük meg, mi történt azokkal, akik próbálják felhívni erre a figyelmet. Matrix is strong. Bruh, mi történt vele? Cancelölték, igen. Nyilván azért bannolták rá Andrew Tate-et, mert kimondta azt, hogy a háttérhatalmak azok itt vannak, és hogy ez egy Matrix, és hogy betöltött szerepek, blablabla. Bla, bla. Biztos nem a nőgyűlölő fasságok miatt tiltották le amúgy a platformokról? Nem, dehogyis. Vagy izé, a megerőszakolós témák miatt? Nem, dehogyis. Az, hogy nőket futtatott konkrétan online chat szobákban, és elvette a pénzt, amit a nők kerestek, és egy minimális százalékot adott a nőknek? Nem. Ez egyik sem olyan dolog. Azért tiltották le, mert ki akart jönni a Matrixból. És a Matrixre tiltotta őt. Hogy lehet ezt elhinni? Reggel korán kelsz, elmész dolgozni valahova, ahol nem érzed jól magad. És egész nap a szemét fül... Nem, ez egy általánosítás. Mivel, hogyha valaki szereti a munkáját a Matrixba. Na, akkor mi van? Dölt az egész. Én szeretem a munkámat, most akkor én is a Matrix tagja vagyok? Mert én például nem... Nekem a magyar állam, az állam nem játszik közre arra, hogy én nekem mennyi a fizetésem. Sőt, hogyha romlik a forint, nekem a fizetésem még több is lesz, szóval engem ők nem irányítanak, akkor ez egy másik Matrix. Engem a nagy Matrix irányít, igen. Történet gyerekkorodban kezdődik, az oktatással. Gondold végig, mit tanítanak neked az iskolában? Minden nap ugyanott, ugyanakkor jelenj meg éveken át. Pont mint egy jó alkalmazott. Csak egy jó válasz létezik mindenre, és nem elfogadott az önálló kritikus gondolkodás. Az utasításokat kell követned robotként. Pont mint egy jó alkalmazott. Nincs hibázási lehetőség. Mindent elsőre jól kell csinálnod. Nem, ezért vannak a jegyek, hogy tudjál hibázni és tudjál javítani. Ez egy fasság. Ő nem járt iskolába amúgy?
So I think in the school system, they don't want us to learn about money because they just want to pump out good employees that do what they're told. I mean, if you look at school, it's opposite of what it takes to be successful. Igen, mert az iskolákat egy olyan időben találták ki, ahol ez megfelelt alaptudásnak. Most meg már egy olyan világban élünk, ami évente fejlődik, lehet, hogy visszafelé, de fejlődik sokszor. Lehet, hogy most már nem így kéne tanítani. Ez tény és való, de valamiért így alakították ki. Lehet, hogy pont azért, hogy buta embereket neveljenek? Lehetséges. Az általános sulit megéri kijárni amúgy, igen. Szerintem is. Tehát az általános iskolában nem hiszem, hogy olyan nagyon sok dolgot lehet tanítani a gyerekeknek, ami mondjuk a pénzzel kapcsolatos, hogy minimálisat lehetne amúgy, de nem hiszem, hogy ott kellnek tanulni, mondjuk adózni, meg ilyenek. De sehol nem tanítják amúgy. Tehát, hogyha pénzügyet tanulsz, vagy valami hasonlót, akkor azért fikarcnyit azért tanítanak róla, de nem sokat. A fontos dolgokról nem. És ez egy valós probléma, nem csak Magyarországon, hanem elég sok helyen, de ezt nem egy ilyen videóval lehet megváltani, hogy eszképeljünk a Matrixból és legyünk top G-k. Hát ezek nem jönnek, nem vagyok elég türelmes. Connector 2. Látszik, hogy kódozni szoktam mostanában amúgy. Halljátok, akkor szóljátok, mert nálam szól a zene. Lerakja úgy is. Ha csak pont most nem kezdett rendelni. Oh. Ez én most. Redeemet hallgatok, közben szól nagyon nagy. Az a Nether kapu. Oh! Köcsög mi? Nice. Hát átlitted a fiamapot. Azt a kurva. Micsoda edgepack volt ez. Nagyon jó lehetett volna. Örültem ennek a streamnek, jó volt. Csá-csá-csú. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád. De ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.